A legkisebbek Nyírbátorban megrendezett megyei döntőjét követően az elmúlt hétvégén Mátészalkán három korcsoport, a harmadik, a negyedik és az ötödik-hatodik legjobb B-kategóriás úszói mérték össze tudásukat a városi úszoda 25 méteres medencéjében. Nyírbátorban 31 intézmény 125 diákja állt rajtkőre, Mátészalkán pedig 162 induló összesen 257 nevezést adott le a szervezőknek. Mint a megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke elmondta, ezzel rekordot döntöttek az indulók és a rajtok számát tekintve. Egy rekordnevezésen vagyunk túl, hiszen azt hiszem, hogy ennyien még nem voltak megyei döntőbe itt Mátészalkán, és hát 33 intézményből jöttek el most ide Mátészalka városába, és a megye minden területéről, Nyíregyházáról több iskola, de Újfehértóról is, Nyírbátorból is, Vásárosnaményből is, és természetesen kisebb települések iskoláiból is, mint például a Csarodai iskolából is jöttek versenyzők, akik azt hiszem, hogy mind azért jöttek ide, hogy megmutassák magukat, és hogy elérjék azt a kitűzött célt, hogy itt a döntőbe jól szerepelve, majd az országos döntőbe képviseljék Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Hanusi Péter polgármester kiemelte, hogy Mátészalkán egyre több fiatal sportol, az önkormányzat pedig igyekszik minden támogatást megadni a sport egyesületeknek. Alig tudtunk eljönni gyakorlatilag körbe a medencék mellett, ez is jelzi, hogy ez a rekord részvétel inspirálja Mátészalkát arra, hogy további forrásokat, további kezdeményezéseket fogadjunk be ahhoz, hogy a sport ilyen szépen fejlődjünk. Ezelőtt 5-6 évvel, amikor polgármesteri ciklusomat kezdtük, akkor éves 5 millió forinttal támogatta Mátészalka a sportot. Tavalyi évben ez már 30 millió forintot érte el. Hát hogyha azt nézem, hogy hányszorosára nőtt a sportoló fiatalok száma Mátészalkán, akkor azt mondom, hogy ez egy eredményes munka volt, egy kiváló befektetés, hiszen ezek a gyermekek egészségesebbek, kimozdulnak a számítógép elől, és egyáltalán a sport csodálatos dolog, támogatjuk tovább. A Mátészalkai MTK elnöke elmondta, hogy az egyesület versenyzői a város 4 általános iskoláját képviselik a Szombati megyei döntőben. 16 versenyzővel vagyunk jelen a mai versenyen is, és ezen 16 versenyző mellett azonban még van kb. 70 versenyző, aki nálunk a aranycápák szakosztályában, az MTK egyesületében rendszeresen versenyez. Természetesen itt már A-kategóriás úszóink is vannak, akik most nincsenek itt. A megyei döntő aranyérmesei bejutottak a budapesti országos fináléba, amelyet március 14-én és 15-én rendeznek meg, már 50 méteres medencében.